üdvözlöm a kedves hallgatóinkat és nézőinket. A ma esti vendégem nem más itt a stúdióban, mint Steger Sándor Alex. Szervusz, kérlek! Üdvözöllek, Gergő! A mai téma, amiért összegyűltünk ilyen szép számban, az pedig nem más, mint a 2014. 7. hó 10-én este csütörtökön tartandó, csütörtök este tartandó Hard Day's Night Beatles emlékest. Kedves Sándor, neked mesélj egy kicsit, mit jelent a Beatles zenekar? Mindent. Hogy kerültél kapcsolatba vele? Szabad Európa rádiót hallgattam, recsegve. 19-25, 31-49 méteres rövid hullámú. Hogy megmaradt benned? Abszolút. Minden este, a csavargatás. Igen, annak kellett vándorolgatni, mert zavarták végén. Zenédet, tehát a zenei pályafutásodat befolyásolta valamennyire a Beatles zenekarnak a munkássága? Maximálisan. Azonnal csináltunk egy osztályzenekart. Egyszer-kétszer megbuktam, nem sokszor. Ezáltal amatőr zenészként nyomtuk abban az időszakban, amikor rádiókat alakítottunk át erősítőkké. Házi készítésű gitárokon nyomtuk. Mindig is fúvósként tevékenykedtél zenei szakmában, vagy? Nem, először én énekesként indultam szájharmonikával, Mick Jagger coverként, azt így mondják. A szaxofon később jött be, a nagy Sirius együttes rajongójaként, név szerint Rádui Mihály, akire istenként tekintettem, mint hallgató abban az időben. És az akkori olajterves geodéta állásomat egy hét alatt felmondtam, otthagytam, mert megvettem a szakszervezeti bizalmi főnököknek a szaxofonját. Azonnal ki akartak otthonról tagadni, lakoltatni. A továbbiakat nem mondom, ezt már mindenki ismeri, ezek közhelyek. Igen. Melyik volt neked a kedvenc Beatles album? És bocsánat, melyik neked a kedvenc Beatles albumod? Hát talán a Revolver. Kb. Az első, aki azt mondja. Igen? Igen. Sok más albumot is szerettem, nagyon, és szeretek mai napig is. Minden megvan. Még 62-es hamburgi felvételek is. Az életem egyik legnagyobb élménye volt, amikor Hamburgba játszhattam, mint zenész, a Rippebánon. Természetesen más szerződést küldtünk haza, mert egy szocialista vendégzenész az nem játszhatott ilyen helyen. És az első utam nem a szállásra vezetett, hanem abban a bizonyos moziba, ahol Hamburgban a Beatles játszott. És ezt nem hittem, hogy valahol ezt látom. Ennyi. És ugyanúgy te is voltál, ahol fellépett a Beatles. Így igaz. De jó. Hát szép dolog. Tehát mondjuk azt, hogy elég közel kerültél hozzájuk. Hát ha ez közelséget jelent, akkor... Hát igen, jó, mondjuk volt, aki mondta, hogy volt Ringo koncerten, volt Paul McCartney koncerten. Hát persze, hogy természetesen McCartney koncerten is voltam, amit lehetett, megnéztünk. Amikor kint dolgoztam még külföldön zenészként, akkor is amit lehetett, mindent megnéztünk. Ha albumtól függetlenül nézzük ezeket a kérdéseket, minden riportalanyomnak fel kell, hogy tegyem a mai napon, előírás. Ha albumtól függetlenül nézzük, melyik a kedvenc Beatles számod? Nem tudnék ilyet mondani konkrétan. Tehát annyira sok? Igen, nem tudnék. És hogyha az egyéneket néznénk, embereket a zenekarból, akkor tudnál eljött mondani, hogy igen, ő, az ő munkássága, ő az, ami szimpatikus, ez ami szimpatikus nekem? Emberileg a John Lennon és a gondolatvilága maximálisan tisztelendő és közel áll hozzám. Ugyanakkor zeneileg énekhang szempontjából a Paul McCartney. De ez így nem korrekt így beszélni róluk, ők összetartoztak. Igen. Szerinted Alex, mi lehetett a Beatlesnek a titka, amire ekkorák lehettek? Mi lehetett mögöttük? Volt hát elsőként én azt mondanám, hogy jókor jöttek össze, jó pillanatban, jó emberek. Ugyanakkor meg volt, ez csak én gondolom így, ugyanakkor meg volt egy társadalmi várakozás, vágyakozás, egy változás iránt. És ők hozták meg? És én úgy érzem, hogy igen. És a Beatles óta beszélhetünk arról, hogy egy úgy fogalmaznék, hogy egy harmadik generáció is létrejött, ez a fiatal felnőttek. Mert ugye ő előttük két generáció létezett. Gyerekek 18-19 éves korig, és utána felnőttek. Most a Beatles megjelenésével ez egy életérzés, ez teljesen új világ jött létre.
úgy üzleti szempontból, tehát a divat szakmára gondolok itt, fogyasztási szempontból, és létrejött egy ilyen fiatal felnőtt generáció. 15-16-tól egészen 30-ig bezárólag. És ez azóta is van, és létezik. És ő előttük ez soha nem volt. És ez nekik köszönhető. Mint még sok más dolog is, gondolati szempontból is, a békével kapcsolatos gondolataik, vágyaik, az egész felszabadultabbá lett az egész élet, én úgy gondolom. Ő általuk. Csak jót tudok mondani. Ezért érthetetlen a számomra a Lennonnak a szomorú vége. Világon az egyik legjobb embernek tartottam őt. És így is gondolom. Csak bármikor jöhet egy őrült. Hát igen. Egy fegyverrel. Vagy egy hangszerrel. Na, az még rosszabb. Igen, bizonyos esetben. Az lett a megpusztítás, hogy egy őrült hangszert ezek ezében. Megpusztító hangszerrel, igen. Előfordulhat az ilyen is. Zeneileg szerinted mennyire befolyásolta az idáig kialakult zenét a Beatles? Tehát mennyivel, mekkora lenyomata volt a mai zenére a Beatlesnek? Felmérhetetlen. Nagyon nagy. Nagyon nagy hatást gyakoroltak. A három gitár dob felállásból ők egészen eljutottak a szimfonikus zenekarig. Jó, hát ez részben köszönhető az ötödik Beatlesnek is, az ő producerüknek, aki hát hogy mondjam, egy karvezetőtől kezdve billentyűs hangszereken mindenen játszott, ragyogó, szenzációs hangszerelő volt, nem egy felvételen játszik ő, a Martin, és hát szóval nagyon-nagyon mély nyomot hagytak én szerintem. Ha ma élne az összes Beatles tag és egyben lenne a zenekar, szerinted milyen zenei stílust játszanának? Beatles stílust játszanának. Jó, akkor máshogy kérdezem, elmentek volna a keményebb rock irányba, vagy inkább a popposabb? Biztos, hogy nem mentek volna a kemény rock irányába. Voltak ragyogó rockos dolgai a George Harrisonnak. A kezdeti időkben Chuck Berry ráérzések voltak, néhány Chuck Berry számot is játszottak ők, ugyanúgy, mint ahogy a Stones. A Rolling Stones több Chuck Berryt dolgozott fel. Egy időben rock and roll zenekarnak volt tekinthető a Beatles, itt 62-63-ra gondolok, de mindenképpen volt egy nagyon-nagyon meghatározó lirai oldaluk is. Én így gondolom. Tehát én semmiképpen nem gondolom azt, hogy kemény rockba, metalba, netalántán bármilyen irányba, ebbe az irányba elmentek volna. Ennyi idősen, nem megmentesvérképpen mondom, ilyen élettapasztalattal mögötte. Ezt meg kell érni. Igen. A dicsőség, fiatal mindenki lehet. Igen. Idősnek lenni teljesítmény. Igen, tehát ilyen élettapasztalattal, ilyen életrutinnal mögötted. Ha most az összes Beatles lemezt odaraknák neked, és az összes Stones lemezt, és választani kéne, hogy melyik zenekar felé hajoljál, melyiket választanád? Mármint Beatles versus Stones? Igen. Igen. Tehát most kéne választál ilyen tapasztalat, és így ismered a munkásságot. Mindenképpen Beatles. Miből volt jobb, vagy mivel volt másabb a Beatles and Stones? Szerinted? Számomra a dalamviláguk, a vokális tudásuk, ugye kezdetben amisak voltak a dolgok, de nem ezt néztük, imádtuk őket elejétől a végéig. A vokális tudásuk, utána a zenei fejlődésük, az állandó megújulásuk, állandó frisset, alkotásuk a számomra egyértelművé tette, hogy ők. A Stones egy rhythm and blues zenekar az én szememben. Ami nem baj, ami nagyon-nagyon jó, és talán egy héttel ezelőtt néztem meg ismét a Scorsese Stones filmet, csak úgy véletlen. Tehát nem lehet összehasonlítani a kettőt. Azonos korban éltek, más zenét csináltak, és más rétegnek játszottak. Vannak bizonyos átfedések. Ha egy kicsit visszatekintünk a múltba, szerinted melyik zenekarnak volt nagyobb lenyomata a mai rockzenére, a Beatlesnek vagy a Stonesnak? Az én privát véleményem szerint mindenképpen a Beatlesnek. Én úgy gondolom, rendkívül sok újítást hoztak be zeneileg a popzenébe. Most nem csak a szimfonikus zenekari háttérre gondolok, nem csak olyan felvételekre gondolok, ahol indiai próbálkozások voltak, ugye szitárral és hasonló zenék, minden szempontból én úgy gondolom, hogy ők nagyobb hatással voltak.
Itt megemlíteném, hogy a Morricone-tól kezdve sokan feldolgoztak Beatles számokat, örökzöldekké váltak Beatles számokat. Igen, sokan feldolgozták, örökzöldekké váltak dalaik. Szerintem így nagyjából a végére értünk a beszélgetésnek, eltelt az időnk, a mai műsoridőnk. Köszönöm szépen, hogy bejöttél. Ha még valamit üzenhetnél a Beatles zenekarnak, tegyük fel, hogy mind a négyen egyben vannak, vagy már csak a két megmaradt embernek, mi lenne az ő két üzenet? Hát talán ez nem az én üzenetem. Én soha nem felejtem el azt, amikor a Paul McCartney Budapesten hihetetlen korrekt módon üzent valamit John Lennonnak. Én ezt mondanám el. Nem értették a Yoko Ono dolgot egyikük sem. Gyűlölték, kimondta, gyűlölték Yoko Onót. És miután elment Lennon, évek múlva értette meg McCartney, hogy miről szólt ez a dolog. Teljesen egyszerű. Szerelmesek voltak. Köszönöm szépen a kedves hallgatóknak, hogy velünk voltak, illetve a nézőknek is, hogy velünk voltak ma. Akkor találkozunk 2014. 7. hó 10-én csütörtökön a Barba Negra Trackben. Köszönöm szépen, Alex. Én ott leszek. El is várjuk.